Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofon mögött, Nagybató Jonatán. Ez itt a Globus, a Hit Rádió világrendváltással foglalkozó műsora. Mai vendégem Kaló József, az NKE docense, vallás és biztonság szakértő. Szervusz, köszönöm, hogy itt vagy. Én is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Az adás során tegeződni fogunk, hiszen már elég régóta ismerjük egymást. Az adásban az Open Doors jelentését fogjuk feldolgozni. Az Open Doors egy szervezet, ami igazából összegyűjti azt, hogy a kereszténységet milyen atrocitások, milyen üldöztetések érték az elmúlt év során. Hogy látod, mi a mai kereszténységnek milyen a helyzete? Igen, ha az Open Doors-t említetted, akkor szerintem mindenképpen érdemes elmondani, hogy több nemzetközi szervezet is létezik, ami a keresztényüldözés ellenségével foglalkozik. Ebből az egyik legkiterjedtebb, legglobálisabb, legmegbízhatóbb az Open Doors, ami egy protestáns hátterű szervezet döntően, és talán azt is érdemes elmondani, hogy elég nagy múltra tekint vissza, hiszen 1993 óta monitorozza ezt a jelenséget, tehát idén adták ki a 31. jelentésüket. Ha az a kérdés, hogy hogy lehet megítélni most nyilván a keresztényüldözés szemüvegén keresztül, de úgy egy szélesebb kitekintéssel a öt nagy világvallás közül a kereszténység helyzetét, akkor azt hiszem, hogy azzal érdemes kezdeni, hogy az öt nagy világvallás közül még mindig a legnagyobbnak tekinthető a keresztény felekezethez tartozó hívők száma. Nagyjából az egyharmadát a világ népességének még mindig a kereszténység teszi ki, és kicsit kevesebb, mint az egynegyedét, 22,5%-át az iszlám, tehát így követik egymást. A kereszténység növekménye az alacsonyabb, mint az iszlámé, tehát ezért szokták mondani, hogy a század végére feltehetően az iszlám veszi át az elsőbséget, de ez igazából a demográfiai tényekből indul ki. Valójában azért sokkal több tényező befolyásolja ezeknek a vallásoknak a helyzetét. A kereszténység egész történelme során egy aktivista, konverzionista vallás volt, tehát ugye térített és hirdette az evangéliumot, és ezáltal ugye egyes emberek életét, vagy egész társadalmak életét változtatta meg, és nem szabad elfelejteni most ezt a tényt sem, tehát azokon a kontinenseken, ahol mondjuk így a képzelőbeli versenyünk fejfej mellett halad, lásd jelesül Afrika, ott például a kereszténység térítő munkája a legerősebb a kontinensek közül, és talán most itt egy picit előre szaladtam, de azt is érdemes elmondanunk, hogy látjuk a kereszténység helyzetét a 21. században, hogy teljes mértékben átalakulásban van a hagyományos történelmi kereszténységhez képest. Tehát ugye az elmúlt évszázadokban döntően Európát, Észak-Amerikát neveztük a kereszténység központjának. Ez a 21. századra globális délre csúszik át. És még egy érdekes tény, ami talán a magyar hallgatókat megdöbbenteti, hogy 2050 körül a legkeresztényebb kontinensnek Afrikát szokták prognosztizálni. Az Open Doors jelentés alapján hol éri a legnagyobb fizikai kihívás ma a keresztényeket? Igen, erre sajnos a számok tükrében nagyon egyszerű válaszolni. Talán azzal kellene kezdeni, hogy az idei jelentésnek a első és legmegdöbbentőbb szám az, hogy a világon 365 millió keresztényt üldöznek a hite miatt világszerte. Itt eltérő mértékű üldöztetésnek vannak kitéve, de azt gondolom, hogy ez a szám is kifejező lesz, hogy az extrém, magas vagy extrém szintű üldözéssel a 365 millió keresztényből 317 millió keresztény szembesült. Tehát ez egy borzasztó szám. A tavalyi évhez visszaítva azt mondhatjuk, hogy 5 millióval nőtt a számuk. Ez annyiban örvendetes hír, hogy a növekedés mértéke csökkent, mert az előző években általában 10 millió vagy afeletti számokat találtunk, de akkor is elmondhatjuk, hogy sajnos a legüldözöttebb világvallás továbbra is a kereszténység. És azt is mondhatjuk, hogy a 365 millió keresztényt, hogyha a kereszténység globális létszámhoz viszonyítjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy minden 7 keresztényből egyet üldözésért világszerte. És egy kontinentálisan ez a megoszlás hogyan néz ki, azt a következő számok fejezik ki. Minden 5 keresztényből egyet Afrikában és 2 Ázsiában üldöznek. Milyen trendek figyelhetőek meg a keresztény üldözések kapcsán? Döntően a legnagyobb kihívást azt az iszlám szélsőségesek, a muszlim radikálisok okozzák. Talán még néhány számot felsorolnék, ami kifejező lehet a hallgatók számára. Ugye, ha azt nézzük, hogy az extrém szintű üldöztetés mit jelent, akkor a számok tükrében azt mondhatjuk, hogy közel 5000, egészen pontosan 4998 keresztény gyilkoltak meg hite miatt, azaz naponta több mint 13 főt, ez azt gondolom szintén egy megdöbbentő szám. 14.766 templomot vagy más keresztény ingatlan támadtak meg, és globálisan 4.125 főt tartóztattak le. Hogy a keresztény üldözésen belül földrajzilag milyen trend figyelhető meg, az
szerintem kifejező azon szám tükrében, hogy Nigéria volt továbbra is a leghalálosabb Jézus követői számára. A gyilkosságok 82%-át ebben az országban követték el. És azt is elmondhatjuk, hogy az elmúlt közel másfél évtizedben, tehát 2009 óta egyedül Nigériában közel 50 ezer keresztény gyilkoltak meg. Ez messze meghaladja azt a számot, amit mondjuk az iszlám állam a 2010-es évek közepén a Közel-Keleten követett el. És még egy szám, ami szerintem kifejező Nigéria kapcsán, és a súlyosságot kifejezi, hogy minden Afrikában elkövetett 10 vallási háttérű gyilkosságból 9-et Nigériában követnek el. Amikor azt látjuk, hogy valamit üldöznek állami szinten, arról általában azt gondoljuk, hogy az azért van, mert az egy veszélyes, egy destruktív ideológia. A kereszténység mennyire képes együtt élni a többi vallással, a többi kultúrával? Ha ugye ezt a kérdést meg kell válaszolni, akkor szerintem először mindenképpen a történelmi perspektívából kellene kiindulni. A kereszténység alapvetően egy toleráns vallásként indult, és képes volt együtt élni más vallásokkal. Ő nem volt, tehát nem agresszíven lépett föl, nem agresszíven próbált pozíciókat szerezni, szemben mondjuk az iszlámmal, ami már ugye rögtön a bölcsőjétől kezdve a fegyveres erőszakban is látta az önvédelmet, illetve a hittérítés lehetőségét. Tehát a keresztények most az első századi, vagy az első néhány századi kereszténységről beszélünk, alapvetően toleránsak voltak, viszont azonnal kiváltott üldözés. Tehát gondoljunk csak a mondjuk az apostolok cselekedeteiben leírt fejleményekre, Pál apostol missziós útjára, bárhová ment Európán belül, vagy a Mediterránumon belül, ott szinte azonnal vagy a zsidók, vagy a pogányok részéről de üldözésnek volt kitéve. A történelme során azt mondhatjuk, hogy természetesen a kereszténység sem volt mentes a szélsőségektől. Tehát később, ahogy államvallássá vált, és ugye így megszerezte az erőszak monopóliumot, most ebben nem mennék bele, mert ez egy önálló műsort kívánna meg, de tudjuk, hogy mondjuk a keresztény középkor századaiban kifejezetten voltak intoleráns időszakok, amikor ugye a másként gondolkodókkal, vagy tehát a másként gondolkodó keresztényekkel, az eretneknek bélyegzett felekezetekkel, és a más vallásúakkal szemben intoleránsan lépett fel, és ennek millió egyéb későbbi példáját láthatjuk, de szerintem a 20.-21. századi kereszténységre döntően el lehet mondani, hogy egy passzív, most a szó jó értelmében, és inkább elszenvedője ezeknek az erőszakos cselekményeknek, mint okozói. Léteznek keresztény szélsőségesek, mint ahogy mindig is léteztek a történelemben, de ez a 21. század első néhány évtizedére nagyon marginális megnyilvánulásokig csökkent le. Azt látjuk az Open Doors jelentésében, hogy az 50 legveszélyesebb ország leginkább a globális dél vagy a harmadik világ országai közül kerül ki. Milyen paraméterek alapján lehet megkülönböztetni az úgynevezett globális dél területén zajló keresztényüldözéseket, és a Nyugat-Európában zajló keresztényüldözéseket? Igen, tehát a nyugati világban, mondjuk ebben a Nyugat-Európa mellett Észak-Amerikát is hozzávenném, amely döntően ugye a zsidó-keresztény-görög-római kultúrkörön épült föl, tehát óriási hagyománya van a keresztény gondolatnak. Ugyanakkor volt ugye egy szekularizációs folyamat is, amely hol mérsékeltebben, hol radikálisabban jelentkezett. Ez alapján én elválasztanám, tehát a harmadik világban inkább az extrém vagy magas szintű üldözés, tehát az erőszakos cselekmények, gyilkosságok, bebörtönzés, jogfosztás, nemi erőszakok tömegei és hasonló jelenségek jellemzőek. A nyugati világban inkább ideológiai, szellemi hátterű keresztény üldözésről, vagy egy kicsit szofisztikáltabban, hogy a szakirodalom fogalmaz, dekrisztianizációról beszélünk, tehát a közéletből a keresztény gondolatot, a keresztény értékrend alapján megfogalmazott véleményeket próbálják háttérbe szorítani. Talán röviden így lehetne legegyszerűbben összefoglalni. Említetted az Open Doors jelentésre hivatkozva, hogy folyamatosan nő az üldöztetés, most 5 millió fővel ebben az, vagy a tavalyi évben. Hogy látod az üldöztetés, milyen hatással van a kereszténységre? Hasonlóképpen tudok válaszolni, mint az előbb, tehát egyrészt az üldöztetésen mindenképpen van egy megtisztító jellege, ez bármilyen durván is hangzik, akkor lecsupaszodnak az egyszerű értékek, min is alapul a hívőknek a hite, mi az, ami itt a földi életben meghatározza őket, illetve hogy van-e transzcendens perspektívájuk, tehát hajlandók-e feladni egzisztenciájukat, akár az életüket is, egy vélt és hit túlvilági boldogság reményében. Mindig is ez adta meg, azt gondolom, a kereszténységnek az erejét, tehát azokra a történelmi korszakokra gondolva, amikre az előbb is utaltam. Tehát azokban az országokban, ahol üldözik a keresztényeket, sok olyan országot látunk ma is, mondjuk Laos egy jó példa, amit az Open Doors jelentés külön kiemel, hogy ott növekedett az üldözés, és Laos is előrébb lépett a 50-es ranglistán, ugyanakkor viszont az egyház is terjed, de számos más példát mondhatnánk. Talán egy jó példa még a föld alatti egyház Iránban.
korban, ami azért merem ezt is mondani, mert nem igazán egy közismert tény, hogy ugye az 1979-es irán-iszlám forradalom óta azért nagymértékű vallási intolerancia figyelhető meg, sok esetben akár a muszlimokkal szemben is egyébként az országon belül, viszont a föld alatti keresztény egyház egy óriási növekménynek az alanya. Ugye nagyjából 1 és 5 millió fő közé teszik a 87 milliós országban a keresztényeknek a számát, ugye pont az üldözés miatt nem lehet pontos számokat adni, de bizonyos mérések alapján évi 28%-os növekmény figyelhető meg, és azt mondják, ez megint egy megdöbbentő trend lehet a hallgatóság számára, hogy 2100-ra a közel-kelet legkeresztényibb társadalmá válhat Irán. Reméljük, hogy így lesz. Sokszor felmerül az európai országokban, hogy az iszlám radikalizmus és az, hogy a fiatalok az iszlámban találják meg azt a gyökérzetet, amit Európában elvesztettek, az maga egy nemzeti kockázat minden európai ország számára. Te hogy látod a harmadik világbeli országok számára, illetve az üldöztetés kapcsán, a kereszténység számára mennyire veszélyes az iszlám radikalizmus, és mi az ideológiai háttere annak, hogy ezek az iszlám radikálisok a keresztényeket célozzák? Igen, tehát először is azzal kezdeném, hogy az iszlám szélsőségesek azok mindenfajta vallási intoleranciával szemben, vagy mindenfajta kisebbséggel szemben vallási intoleranciával lépnek föl, tehát legyen az másként gondolkodó, vagy másként hívő muszlimok, ugye akár mérsékelten gondolkodó, akár mondjuk a szunnita hátterű szélsőségesek a sítákkal szemben, vagy fordítva, és sorolhatnánk. Ugyanez igaz a hindukra, de valóban azt láthatjuk ezekben az országokban, amit az Open Doors jelentés is kiemel, hogy a kereszténység az, ami számukra ugye a leginkább szemetszúró és a leginkább üldözendő. Talán ebben azért egy szomorú történelmi hagyományt is, vagy egy szomorú történelmi tényt is el kell ismernünk, hogy azért döntően a nyugati államok gyarmatosították ezeket, a keresztény világ államait gyarmatosították ezeket a területeket, tehát van egy ilyen kedvezőtlen történelmi múlt, és amire még szoktak egyébként nagyon sokszor szimbólumok szintjén az iszlám szélsőségesek hagyatkozni, az pedig ugye a középkori keresztes háborúknak az időszaka. Tehát mondjuk talán ez a két legfontosabb tényező, amit föl lehet sorolni. Ugyanakkor viszont én azt megemlíteném, mert számos olyan beszámolót lehet említeni a muszlim háttérből megtérők számára, hogy az a fajta szeretet, amit a keresztények őszintén megélnek, az még sok, akár radikálisan gondolkodó muszlimot is más belátásra bír, akár azáltal, hogy tiszteli a hitét megvalló és megélő keresztényeket, akár azáltal, hogy maga is áttér a keresztény vallásra, ami a legtöbb ilyen hátterű országban tudjuk nagyon jól, hogy nagyon súlyos következményeket von maga után. Említetted, hogy az iszlám radikálisok gyakran hozzák fel azt az érvet, hogy hát a keresztények voltak, akik kezdték a keresztes hadjáratokkal. Egyébként erre a reális keresztény válasz nem az, hogy azért jöttek létre a keresztes hadjáratok, mert az iszlám radikálisan elkezdett terjeszkedni, és elfoglalta Alexandriát, elfoglalta Jeruzsálemet és ezeket a fontos keresztény városokat? Igen, valóban, hogyha politikai aspektusból nézzük, akkor egy ilyen repressziónak tekinthető, de azért azt szerintem mindjárt gondoljuk, és szerintem ma már a katolikus egyház is így gondolja, hogy azért a második Orbán pápa által meghirdetett keresztes hadjáratnak nem volt olyan transzcendens célja, hogyha Jeruzsálemet elfoglalják, akkor ez Jézus Krisztus második eljövetelét kényszeríti ki, hogy most így fogalmazzak. Tehát ez valóban azokhoz a trendekhez illik, amit a kereszténységnek mondjuk így a szélsőséges elhajlásai közé sorolnék. Etiópiában igazából keresztények üldöznek keresztényeket. Mi a helyzet Etiópiában, hiszen talán kevés szó esik erről Magyarországon. Milyen keresztények és kiket üldöznek? Igen, az etióp ortodox egyház üldöz más vallású hívőket, tehát más felekezetek tagjait, de azért Etiópiában sem feltétlenül, megváltoztatatlan a helyzet, csak Abiy Ahmed nevét szeretném megemlíteni, aki ugye egy pünkösdi, karizmatikus hátterű politikus, és ugye Etiópiának a miniszterelnöke volt, aki például a legutóbbi időkben a etiópiai konfliktus feloldása kapcsán kapott Nobel-békedíjat. Tehát, hogy valóban létező jelenségről beszélhetünk, de nem átidalhatatlan problémáról. Etiópiában ugye még, ami szintén problémát jelentett, az a Tigré konfliktus, ami ugye itt egy Eritrea és Etiópia határán húzódó, de azért nagyobb mértékben Etiópia területén fekvő területet mutat. Ott a polgárháborús jelenség, ami 2020 és 2022 között zajlott, ha jól emlékszem, mutatta azt is, hogy egy
gyenge államiságú területen, tehát ahol a központi kormány nem tudja fönntartani a békét, a jogbiztonságot, az bármilyen fajta vallásfelekezetet követő emberek számára káros folyamatokat indít el, és így a keresztényüldözés ellenség is felerősödhetett. Említetted, hogy érdekes tendenciák figyelhetőek meg azzal kapcsolatban, hogy a kereszténység mely részét éri leginkább az üldözés, hogy a tradicionális történelmi felekezeteket, vagy éppen az új megújuló egyházakat. Kérlek ismertest, hogy mik a trendek. Igen, azt szerettem volna ugye már a bevezetőben elmondani, vagy utaltam rá, hogy igazából maga a kereszténység nagy átalakuláson megy keresztül. Tehát arra már az előbb utaltam, hogy a nyugati világban a történelmi felekezetek kiüresedőben vannak, és ugye, hogy egy új kereszténység, így is hívják őket, vagy neoprotestánsok vannak megerősödőben. Nem tudom, hogy ez a kedves hallgatóság által mennyire ismert, de ugye itt két nagy movementet, két nagy mozgalmat, tehát nem felekezetet kell feltétlenül megemlíteni. Az egyik az evangéliumi kereszténység, ami nagyjából mondjuk a 18. századtól datálódik, és megtermékenyített történelmi felekezeteket is létrehozott újat, mint például a metodizmus is sorolhatnánk. Itt négy nagy ideológiai csomópontot sorolhatnánk föl, ami mentén ugye az evangéliumi keresztényekről beszéltünk, az egyik a konverzionizmus, tehát a megtérésnek a szerepe, ugye az a hit, hogy az életet és az ember gondolkodását, cselekedeteit megtérés által meg kell változtatni, és ezután a hatással van a társadalomra, gazdaságra és minden emberi jelenségre. A másik ilyen fogalmunk az aktivizmus, ez az evangélium bizonyos erőfeszítésekben való kifejezése, például az igehirdetés vagy az evangelizáció révén. A harmadik a biblicizmus, azaz a Biblia, mint legfőbb tekintély előírásainak való engedelmes egyéni és társadalmi szinten egyaránt, és a negyedik a krucicentrizmus, vagy keresztközpontúság, ez Krisztus keresztáldozatának hangsúlyozása. Láthatjuk a fogalmakból is, hogy ez eredetileg egy alapvetően protestáns gyökerű mozgalom, de gyakorlatilag a 21. századra a katolicizmus egy részét is magában foglalja, tehát ez adja azt a motorját, azt a hajtóerejét a kereszténységnek, amiről az előbb beszéltünk az átrendeződés kapcsán, és még egy ilyen nagy movementet, ugye a pünkösdi karizmatikus mozgalmat kell megemlíteni, amely szintén a számok szintjén kifejezhető, hogy a 20. század elején még kevesebb, mint 1 millió ember vallotta magát pünkösdinek, ugye a 20. század legelején Los Angelesben az Azusa Street-i ébredést szokták mondani, volt néhány történelmi előképe pár évvel vagy pár évtizeddel korábban, de ez volt az igazi gyújtópont. Akkor elindult egy nagy ébredés, ugye itt a pünkösd kapcsán most nem nagyon mennék bele teológiai fejtegetésekbe, de talán azáltal, tehát az evangéliumiakat az előbb felsoroltam, itt a pünkösdi karizmatikusokat pedig az alapján lehet legegyszerűbben megkülönböztetni, hogy ugye a pünkösd volt az a keresztény ünnep, ahol a Szent Szellem ugye adatott a gyülekezetnek, az eklézsiának és a világnak, és kiárat, és ez ugye mindenféle jelekkel és csodákkal összefüggésben valósult meg, és a Szent Szellem ajándékaival. Az egyik leglátványosabb jele a nyelveken szólás, a glossolália, amikor ugye érdekes ember által nem érthető nyelven beszélnek, tehát ez volt, sok minden más is jellemzi a pünkösdi karizmatikus felekezeteket, de azt hiszem, hogy talán ez a legmegkülönböztetőbb jegye, és ugye ez elindult a 20. században Észak-Amerikából, de nagyon gyorsan megjelent a világ minden táján, ugyanúgy, ahogy egyébként az evangéliumi kereszténység a maga 18. századi gyökereivel szinte azonnal megjelent Indiában, Észak-Amerikában, tehát nem maradt európai gyökerű. Na de visszatérve, és az 50-es, 60-as években pedig volt egy karizmatikus ébredés, ami pedig már nem a pünkösdi felekezet vagy a egyházzá vált pünkösdiséget érintette, hanem más felekezetekre is megtermékenyítőleg hatott, így hagyományos protestáns felekezeteket, vagy a katolikusokat is megváltoztatta, tehát megjelent ugye a katolikus karizmaticizmus, és azt mondhatjuk, hogy ez ugye az egyik legdinamikusabban fejlődő keresztény movement, vagy keresztény mozgalom, 2050-re a prognózisok szerint ennek a száma meghaladhatja az 1 milliárdot. Még egy számot mondanék, ami kifejező. 2 évvel ezelőtt jelent meg Elhárdi tollából egy érdekes munka a pünkösdi karizmatikus mozgalomról. Az ő számát idézném, átlagosan naponta 35 000 embert térít meg a pünkösdi karizmatikus hátterű felekezetek, tehát vagy ez a movement. Úgyhogy ennek a dinamizmusa is látható, hogy ez átalakítja a kereszténységet, és mindennek köszönhetően, ugye Nigériában nagyon erős a katolikus evangelizáció, tehát ugye a
Emiatt katolikus közösségeket is nagy számban ér üldözés, de ezekben a harmadik világbeli konfliktuszónákban, ahol a legdöntőbb az üldözés, ott egyre inkább átveszik az elsőbséget, hogy most ilyen érdekesen fejezem ki magam, az üldözés elviselésében ezek az új keresztény neoprotestáns felekezetek. Visszatérve az Open Doors jelentésére, milyen stratégiai vagy kulcsrégiókat különböztet meg az Open Doors, és mik ezeknek a sajátosságai a keresztény üldözés kapcsán? Igen, még mielőtt talán régiókról beszélünk, szerintem talán az első 10 országot érdemes lenne ismertetni, hogy a kedves hallgatók képet kapjanak róla. Tehát ugye 50 országot vizsgál a World Watch List, és az első 10 de hát ismertetném, mert ugye az 50 azért az mégis hosszú lenne. Egyébként elérhető a kedves hallgatók számára, tehát akit ez érdekel, angol nyelven ugye az Open Doors honlapjáról letölthető. Tehát a következők. Sajnos évek óta őrzi első helyét Észak-Korea, ami ugye egy sajátos ideológiai, politikai berendezkedésnek köszönhető, ugye ez a Juche, ami egy picit a marxista baloldali ideológia és egy picit a távol-keleti vallási filozófiai ideológiát gyúrta össze. Ugye tudjuk, ez a Kim Il-sung család dinasztiája, hogy így mondjam, Kim Il-sung alapított a dinasztia, őrzi az elsőbséget évtizedek óta Észak-Koreában, csak azért tartom fontosnak elmondani, mert ezt kevesen szokták tudni, hogy Kim Il-sungnek, ha jól emlékszem, a nagypapája volt presbiteriánus misszionárius. Tehát még a szülei is hívő keresztények voltak, úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mennyire keresztény ellenesé váltak. Egyébként a Kelet-Ázsiában Korea egy már a 19. század végétől egy nagy keresztény ébredésnek volt a helye, és aztán az észak-koreai háborúnak a vége után Dél-Koreában szintén folytatódott ez a nagy ébredés, tehát Kelet-Ázsiában Koreában nagy keresztény közösségeket találunk. Szóval itt az élet minden területére kiterjed a keresztények számára az elnyomás, tehát abszolút illegalitásba vannak kényszerítve. Ugye a közel 26 milliós lakosságnak mintegy 400 ezer tagja lehet keresztény, de ez is csak becslés, hiszen mondom, az illegalitás miatt pontos számot nem tudunk mondani. A 2023-as évben a legelhíresültebb esemény az 2023 április 30-án egy ötfős családnak a letartóztatása volt. Talán az ő történetük egészen plasztikusan kifejezi, hogy milyen helyzetben vannak a keresztények Észak-Afrikában. Tehát ez egy vasárnapi nap volt, amikor összejöttek istentiszteletre, illetve illegális ima alkalomra, és egy besúgó alapján a rendőrség razziát tartott ezen a farmon, ahol találkoztak. Elkobozták a bibliáikat és a náluk talált keresztény irodalmat, rajtuk keresztül megpróbálták az illegális keresztény hálózatot felgöngyölíteni, munkatáborba hurcolták őket, de ez az öttagú család nem vallott, tehát nem vallott rá a testvéreikre, sőt ugye azt mondták, hogy mindent vállalnak Jézusért, még a halált is. Szörnyű, hogy évtizedek óta ezeknek vannak kitéve a helyi keresztények, és a munkatáborok tele vannak keresztény hívőkkel. A második ország Szomália. Ugye ez már Afrika szarván található, a tavalyi évhez hasonlóan idén is a második helyen végzett, hogyha a számok nyelvén kell kifejezni, akkor a 17,3 milliós lakosságból néhány száz fő tekinthető kereszténynek. Azt mondhatjuk el Szomália kapcsán, hogy ugye itt bocsánat, kicsit összekeveredtem, igen, tehát hogy a muszlim fegyveresek egyre inkább a keresztény vezetők azonosítására és megsemmisítésére összpontosítanak, tehát ezt az illegális hálózatot szeretnék fölgöngyölíteni, még az iszlámról a kereszténységre való áttérés gyanúja is életveszélyt jelentett az érintett személyek számára, erre utaltam már korábban, ha valaki muszlim háttérből tér át keresztény hitre, akkor azt nem csak a szélsőséges szervezetek, adott esetben a központi kormányzat és a hatóságok, hanem a saját családjuk is ugye üldözéssel sújtják, és adott esetben elűzik otthonaikból, vagy akár mert ugye ez a Koránban halálos bűn, hogyha valaki elhagyja. Igen, tehát akár meg is gyilkolják őket. A harmadik ország Líbia, nem tudom mennyi időnk van, még nem nagyon akarom rabolni, de ezt a 10 országot azért végigmondanám, mert én azt gondolom, hogy ez kifejező. Tehát Líbiában azt mondhatjuk, hogy 2023 áprilisában több muszlim hitről keresztény hitre tért szemét is külföldi keresztényt tartóztattak le. Tudjuk, hogy Líbia az arab tavasz óta gyakorlatilag, ugye, tehát Kadhafi bukása óta egy ilyen fragmentált vagy törékeny államiságú terület, tehát nincs egyetlen központi kormányzat, amely törvényt és rendet teremtene az országban, ez még bizonytalanabbá teszi a keresztények helyzetét.
Ugye valamennyi letartóztatottat hitehagyással és hittérítéssel vádolták meg, tehát ez volt az a bűn, ami miatt a keresztényüldözés elindult ellenük. A belbiztonsági ügynökség vette őrizetbe őket, amely az Al-Rada iszlamista különleges műveleti egységhez kapcsolódik. Ez az úgynevezett belbiztonsági ügynökség rendszerint nagy horderejű szervezett bűnözéssel foglalkozik, de részt vesz a politikai disszidensek és az iszlám ellenesnek tartott személyek felkutatásában is, tehát így ő viszi a prímet a keresztényüldözésben. A negyedik ország Eritrea. Igen, itt ugye Líbia kapcsán nem mondtam, hogy a 7,1 milliós lakosságból 35 000 fő keresztény. Tehát a negyedik országunk Eritrea, itt 3,7 milliós lakosságszámról beszélünk, és itt már azért meghatározó szám, 1,7 millió a keresztények aránya. Eritreában a keresztényekre is extrém erős nyomás nehezedik, és kismértékben ez még növekedett is az erőszak az előző évhez képest. Ennek középpontjában a központi kormány által üldözés áll. Az ötödik országunk Jemen, amely több mint 30 millió, tehát közel 32 millió lakos számlál, kis számú keresztény található, de ők sajnos nagyon extrém üldözésnek vannak kitéve. Ugye annak ellenére, hogy az előző évhez képest két helyet esett vissza ebben a Open Doors rangsorban Jemen, a keresztények helyzete sajnos többnyire változatlan, az élet minden területén rendkívüli nyomás nehezedik rájuk. A jemeni keresztények a vallásszabadság megsértésével szembesülnek családjuk és a hatóságok, valamint a radikális iszlám csoportok részéről. A hatodik ország Nigéria, ami már többször szóba került a mai adásban. Itt ugye közel 220 milliós lakosságszámról beszéltünk, amelynek közel a fele 103 millió keresztény. Itt azt mondhatjuk, hogy a keresztény közösségeket továbbra is az ország számos részén támadják radikális iszlám csoportok és különböző bűnözői csoportok. Itt ugye a Boko Haramot, az iszlám állam nyugat-afrikai provinciáját és a fulani militánsokat kell megemlíteni, és az erőszak a lehető legmagasabb szintet éri el, korábban már jellemeztem számokkal, úgyhogy itt spórolnék az idővel. A hetedik országunk Pakisztán, amelynek a létszáma 234 millió és 4,2 millió keresztény található az országban. Itt amit leginkább alkalmaznak, tehát nagyon magas szintet ér el a keresztényüldözés mértéke, az úgynevezett blaszfémia törvények, amiket felhasználnak a keresztényekkel szemben. Ilyen blaszfémia lehet, gondolom, az, hogyha azt mondja egy keresztény, hogy Jézus Krisztus Isten fia. Abszolút. Ezt a blaszfémia törvényt egyébként érdekes módon még az európai gyarmatosítók, tehát ennek az eredete a brit gyarmati időkig húzódik vissza, így próbálták a vallási alapú konfliktusok kialakulását megakadályozni, tehát az oszd meg és uralkodj elve alapján. Az 1986-ban hozott törvényt viszont kiegészítették azzal a szakaszsal, amelynek értelmében életfogytiglani börtönnel vagy halálbüntetéssel sújtató az, aki Mohamed prófétát vagy a Korán sértegeti. Talán emlékeznek a hallgatók, aki egy picit is foglalkozott a keresztényüldözés pakisztáni történelmével, Asya Bibi esetével, akit néhány évvel ezelőtt ugye hosszú börtönbüntetésre ítéltek, és azt hiszem Kanadába sikerült menekíteni. Őt valami egészen elképesztő dologgal vádolták meg. Most nem emlékszem pontosan a részletekre, de mezőgazdasági munkás volt, és ő vitte a korsóban a vizet a mezőgazdasági munkások számára, és előbb ivott bele a korsóban, mint egy muszlim, és már ezzel valahogy, nem emlékszem pontosan a részletekre, újra kéne olvastam, de ebben a képtelen dologban már valahogy a blaszfémia törvény megsértésével vádolták, tehát értjük, hogy mennyire tágon értelmezik. Egyébként a pakisztáni keresztényüldözés mértékét mutatja, hogy 23. augusztusában Jaranwala városában 21 templomot gyújtottak föl, vagy romboltak le, és keresztények százait kényszerítették otthonuk elhagyására, tehát itt sokszor a felhetszelt csőcselék rohanja meg a helyi keresztény közösségeket. A 8. országunk Szudán, aminek ugye a lakossága 47,1 millió fő, és ebből közel 2 millió fő keresztény. Szudáról azt mondhatjuk, hogy a keresztény közösségek különféle szintű üldöztetéssel szembesülnek. Elsősorban itt is fókuszban az iszlám hitről átért keresztények vannak, és az előző évben jelentősen megnőtt az erőszak mértéke. Ugye 2023 áprilisában polgárháború robbant ki, ez talán a hírekből a kedves hallgatók emlékezhetnek rá, és ez különösen sebezhetővé tette a keresztényeket, mivel a muszlim szélsőségesek kihasználták a káoszt, hogy kárt okozzanak a keresztényeket, templomokat és keresztény ingatlanokat foglaltak le, rongáltak meg, és keresztényeket tűztek el lakóhelyükről. A 9. országunk Irán, ezt ma már említettük, itt ugye a vallási rendőrség és a központi kormányzat
keresztényekkel és más vallási kisebbségekkel szemben megnyilvánuló intoleranciáját lehetne megemlíteni, hogy a 2023. júliusában egy jelentős letartóztatási hullám következett be, itt a számokat már ismertettem, erre nem térnék ki, és hogy a 10-es listánk utolsó államát említsem, Afganisztán, amelynek ugye az életében a legutóbbi tálib hatalomátvétel jelentette egy jelentős változást. Itt ugye a lakosságszám közel 41,7 millió fő, és néhány ezer keresztényről beszéltünk, a pontos számuk nem ismert, ugye a nulláról néhány ezerre a 20 éves amerikai, illetve nyugati állomásosztatás alatt ugye az itteni karitatív, illetve keresztény hátterű missziós szolgálatok tevékenysége révén jelentek meg a keresztények. Itt azt mondhatjuk, hogy az élet minden területén szélsőséges szintet ért el az üldöztetés. Ugye erőszakos cselekményekről viszonylag kevés jelentés érkezett, hiszen itt is ugye a központi kormányzat, illetve a keresztények illegalitásban megélt hétköznapjai miatt pontos számokat nem lehet fölmérni. Ugye a tálibokat a jelek szerint jobban érdekli a gyanús keresztények letartóztatása és kihallgatása, hálózataik azonosítása érdekében, mint közvetlen megbüntetésük, tehát inkább felhasználják őket, arra megfigyelik őket, és megpróbálják a házi gyülekezet hálózatot, hiszen itt a legtöbb elnyomott országban házi gyülekezetekről van szó, tehát nyilvános vasárnapi istentiszteletek megtartására nem lehet szó, tehát ezek megfigyelésével próbálják a keresztény hálózatokat felgöngyölíteni. Sajnos nem tudunk más tenni, mint imádkozni az ilyen keresztény testvéreinkért. Kaló József, köszönjük szépen! Köszönöm szépen!